A jelenlegi blokkokhoz hasonlóan műszaki és biztonsági szempontból is a világ élvonalába tartozó blokkokat fogunk építeni, mondta a Parlament Költségvetési Bizottságának Pakson tartott kihelyezett ülésén Süli János. A miniszter a bizottság tagjait részletesen tájékoztatta a Paks 2 projekt aktualitásairól, az atomerőműben és az építési területen tett látogatás során, majd a bizottság ülésén. Örülök annak, hogy a Költségvetési Bizottság ülése lehetőséget adott arra, hogy egyébként számos kérdést sikerüljön tisztázni. Egy tisztességes tájékoztatást kaptunk, bár sok vita maradt még, láthatóan van miről még beszélnünk. Éppen ezért akár a megtérülés, akár a társadalmi tájékoztatás vonatkozásában, de a mai napot azt én eredményesnek tekintem. Süli János azt mondta, az ország ellátás biztonsága érdekében szükség van az új paksi atomerőművi blokkokra. Magyarország csak így tudja garantálni, hogy szén-dioxid kibocsátás nélkül, időjárástól függetlenül biztonsággal rendelkezésre álljon a lakosság és a gazdaság ellátásához szükséges villamos energia. A kivitelezés a szükséges engedélyek birtokában kezdődhet el, ennek során és a majdani üzemeltetés alatt a biztonság minden más szempontot megelőz. Mindenkor elsőbséget élvez a nukleáris biztonságnak a betartása. Ezt tartjuk mi szem előtt, műszaki emberként ezt tudjuk szem előtt tartani, és persze törekszünk a lehető leghamarabbi megvalósításra. A Paks 2 Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a tájékoztatási munka kapcsán elmondta. A Paks környéki településeket az engedélyezés során személyesen keresték fel, a fontos mérföldköveknél országos tájékoztatást végeztek, az atomerőmű látogatóközpontjában Paks 2-es információs sarok érhető el, az interaktív kamion pedig házhoz viszi az információt. Mitler István a miniszter felmentésével kapcsolatban felröppent hírre azt mondta, álhírről van szó, ezért a továbbiakban ezzel nem kívánnak foglalkozni. Ezt később a kormány szóvivő is megerősítette.